Mi az? Történt valami? Na, mondd már végre, ne kéresd magad! Ő mert ő jött? Egyetlen ömerem. Itt mindenki jól van. Időnként beszélgetek anyukáddal. Nagyon örülök, hogy mindig hívnak. Sőt, a minap nálatok is vacsoráztam. Mert megmutatta a fényképeket, amiket csinált. Tényleg nagyon szépek. A barátaid is jól vannak. Cengiz annyira furcsa. Még mindig nem tudom, viccese vagy sem. Én is megvagyok. Rendesen járok az órákra. Igazából minden olyan, mint amikor elmentél. Csak nagyon hiányzol. Iszonyúan hideg van, mintha egy jégveremben lennénk. Sokat tűnődöm azon, mi vár majd otthon. Vajon a távolság tényleg megváltoztatja az embert? Igazából nem attól félek, hogy hazamegyek, hanem hogy otthon ugyanazt a lányt találom-e, aki elengedett. Eysang, keres egy barátod. Remélem nem baj, hogy bejött. Napok óta nem láttunk. Aggódtam. Köszönöm, nénikém, mindjárt lemegyünk. Jó, nyugodtan. Mi újság? Eltűntél? Semmi. Suliba járok ugyanúgy. Na, csak nem egy levél. Ne, Jenkins, nem már! Komolyan mondom, olyanok vagytok, mint egy brazil szappanopera. Néha levágsz egy fürtöt is a hajadból, hogy elküld neki. Nekem is adhatnál belőle egy tüncset. Tudod mit? Ne fáradj, majd én elintézem. Itt úgyis sűrű, úgyhogy... Na végre, nevess egy kicsit. Hervadozol itt életet tavaszán. Ez a gyerek tényleg kicsinál. Gyere, elmegyünk. Ne, nincs kedvem menni sehová, bocsi. Ezt nem hiszem el, Eysang. Mint valami öreg özvegyasszony. Nem unod még magad itt a négy fal között? Nem. Na gyere. Elviszlek egy klassz helyre. És mulatunk egy nagyot. Nincs több tét. $100,000 tétek röpködnek. Szinte folyik le a pénz az asztalokról, hallod? Ha oda nyúlsz és elveszel egyet-kettőt, észre sem veszik, meg nem is érdekli őket, annyira gazdagok. Ravasz vagy te, Cengiz. Na, itt vagyunk. Köszi, hogy elkísértél. Ne csináld. Fiatal még az idő. Mit szól majd Ömer? Rád bíztam, Eysang, te meg csak ennyit tudtál neki nyújtani. Darabokra fog tépni. Nem is tudtam, hogy rád vagyok bízva. Még jó, hogy... Neked nem mondta? Biztos azért, hogy ne kelljen megjátszanod magad. És te vállaltad? Elsőre nem akartam. Mondván, hogy te nem az a lány vagy, akire vigyázni kéne. Tényleg nem? Egy biztos, olyan pénzsóvár nem vagyok, mint te. Ezzel majd őt etest. Ne engem. Én már jól tudom, hogy milyen vagy. És milyen? Várcsak. Itt van ez az elágazás. Az egyik út világos,
a másik korom sötét. Ha most valamelyiken elindulnánk, így együtt, 1000%, hogy mindketten a sötétebb utat választanánk. Miért? Honnan veszed, hogy nem a világosat? Sehonnan. Ilyen a természetünk. És az nem változik? Az sosem. Ez esetben téved, Jenkins úr, de ön menjen csak a sötét úton, én az ágyam felé indulok. Ráunsz majd. Meglátod? Eleged lesz abból, hogy folyton jót cselekszel. Előbb-utóbb keresni fogod a rosszat. És akkor te elsőként jelentkezel majd, ugye? De egész, hagyjuk ezt, inkább aludd ki magad. Ja, igen. Ez még a tiéd. Legyen csak nálad. Te nyerted. Nem lehet. A tiéd. Hiszem. Annyira hiányoztál. Te is nekem. Bahar. Bahar. Mini pillangó, meg sem öleled apádat.